Nagyon sok szeretettel köszöntelek benne, köszöntök mindenkit. Tegeződve szoktam tartani a képzéseket, remélem ez nem bántó senki számára. Sőt, itt nálunk mindenki tegezi egymást kortól, nemtől függetlenül. Jelenlegi világgal mennyire vagytok elégedettek? Csúcs szupervilágunk lesz? Tehát olyan, mintha a világ fejlett országainak a vezetői, azok gyenge elméjűek lettek volna, vagy lennél, izévé váltak volna. Ilyen gyenge elméjűvé váltak volna. Tehát ugye miért mondom ezt? Tehát ugye most ez a G7-ek tanácsa, ugye kivétel Oroszország, mert ugye azért, mert most ebbe a gyenge elméjűségbe ugye ők abból a szempontból nem vettek részt, hogy maguk ellen nem hoztak semmilyen döntést. De nagyon érdekes világunk van, mert ugye van egy háború, és ezt a háborút gerjesztik. Ez a háború már valószínűleg befejeződött volna, már rég, ha nem kezdték volna gerjeszteni tovább ezt a háborút. Kik? Hát ugye az Amerikai Egyesült Államok, aztán ugye az angolok, igen, és az EU vezetői. De hát ugye ezt mintha úgy tűnne az egészet, hogy mintha ugye először is ott kezdődik, hogy ez mondjuk, hogyha az előző elnök lett volna Amerikában, Trump, akkor valószínű, hogy most ez az egész háború már rég befejeződött volna. Na most, az amerikaiak választottak egy olyan elnököt, aki gyakorlatilag döntésképtelen. Tehát ő egy bábú, igen. Gyakorlatilag, ha beszédet mond, akkor fogalma nincs, hogy miről beszél, csak felolvassa, vagy megtanulja azt, amit mondani kell. Tehát ő egy nem döntésképes ember. Ugye tudjuk, hogy hívják ezt a feledékenységet? Az öregkori demencia. Így van. Tehát ő egy demenciával küzdő ember. Szóval lényeg az, hogy na most miért kellett egy olyan elnök, aki döntésképtelen, és azt a döntést hozza, amire utasítják? Hát azért, mert a háttérből irányítanak egy elnököt. Tehát ugye egy elnök megteheti azt, hogy őt nem irányíthatják háttérből. Jó, ennek már volt következménye, mondjuk a Kennedy gyilkosság. Tehát amikor ugye nem tudták irányítani háttérből, aztán inkább lelőtték, így van. De lényeg az, hogy sokszor az Amerikai Egyesült Államok elnöke az dacolta a háttérhatalmi emberekkel, ugye mert megtehette, de ez sikerült végre, például Trump is dacolt. De ugye most megtehették azt, hogy egy olyan elnököt választottak, aki semmiben nem dacol. Előtte választottak egy olyan pápát, akinek láttam a dokumentumfilmjét, hogy ő hogy lett pápa. És gyakorlatilag ő régen pápa akart lenni, és képzeljétek el, 2 év alatt pápává nevelték őt. A jelenlegi pápáról beszélek. A jelenlegi pápáról beszélek. 2 év alatt. Tehát Ferencről beszélek. 2 év alatt gyakorlatilag pápává nevelték. Na most 2 év alatt, ugye én emberek fejlesztésével foglalkozok, azt mondja, hogy 93 óta. Ugye kezdetben nem főtevékenységként, de akkor is emberek fejlesztésével foglalkoztam, és az volt a kedvenc dolgom mindig, az emberek fejlesztése. És azt megnézzük, az hány éve?
30? És én még olyat nem láttam, hogy valaki két év alatt gyökeresen megváltozzon. Én még ilyet nem láttam. Pedig nem pár embert fejlesztettem már, hanem több tízezret. Na most, és több tízezerből egy olyat se láttam, aki két év alatt gyökeresen megváltozott volna. Erre van egy jó mondás, hogy kutyából nem lesz szalonna. Na most őt, Ferenc pápát, amikor még nem volt pápa, ugye Argentínában, berakták egy templomba gyakorlatilag, annak volt a vezetője, és két év alatt pápát neveltek belőle. Kettő év alatt. Tehát ez akkor ilyen gyors talpaló volt, tudod. Na most, ami azt jelenti, hogy előtte mielőtt ugye oda került volna, azt jól tudjátok, hogy Argentinában ő a gazdagokat támogatta. Tehát a gazdagokat támogatta. És utána, amikor ugye a pápa nevelés történt, onnantól kezdve megszüntette a gazdagok támogatását, és a szegényeket kezdte el támogatni abban a két évben. És utána, két év után meg is választották őt pápának. Tehát gyakorlatilag egy diktátort, egy argentin diktátort, ő hatalomra kampányolt, hatalomra segített, amikor még Argentinában volt ilyen főmufti a vallásban. Értitek? És utána ilyen pálfordulatot csinált, és most meg mit tudom én, úgy tűnik, hogy a szegényeket meg az elesetteket pártolja. És ezt kettő év alatt csinálta meg ezt a változást. Na most tehát milyen emberről van szó? Ha Benedek pápa maradt volna, Benedek pápának azért kellett lemondania, mert ő nem támogatta volna a migrációt. Világos ez? Tehát nem támogatta volna a migrációt, mert ő eléggé ilyen nemzeti érdekű volt. Tehát olyan érdekű, aki nem támogatott ilyen dolgokat, érted? Tehát most gondoljátok végig, valamilyen szinten ő annak idején, Hitler időszaka alatt valamennyire képviselte a nemzeti érzést, érted? Tehát nem volt náci, de nemzeti érzések mellett kardoskodott Hitler idején. Benedekről van szó. Tehát ami azt jelenti, hogy ő fehér párti volt, érted? Tehát ha őtőle függött volna, ide egy fia migráns nem jött volna Európába. Világos ez? Na most ezért le kellett ugye mondania, és kellett egy bólogató pápa, aki a háttérhatalomnak bólogat, és azt csinálja, amit a háttérhatalom mond neki. Világos ez? Na most, ez volt az első lépés. Majd a második lépésként választottak egy olyan amerikai elnököt, aki megint csak egy bólogató János. Érted? És ugye ezáltal sikerül megvalósítani azt, hogy tönkre tegyék Európát. Tehát ha Benedeken múlott volna, akkor nem lehetett volna, akkor most nem lenne, bár Benedek nemrég meghalt, de ha még élt volna tovább, és ő lett volna a pápa, akkor itt nem lett volna háború. Világos ez? Amerika. Tehát, és ugyanez, ha Trump maradt volna az elnök, akkor ez a háború már rég befejeződött volna. Ha egyáltalán lett volna háború. Tehát az sem biztos, hogy lett volna. Szóval
egy érdekes világot élünk, ahol gyakorlatilag azt lássátok, tehát azt kellene látnotok, hogy tönkre akarják tenni Európát. Jó? Tehát gyakorlatilag nem Európát akarják tönkre tenni, hanem az Európában élő fehér embereket. Világos ez? Tehát mit akarnak Európával? El akarják zavarni a fehér embereket. Tehát vagy halljanak meg, vagy költözzenek el. Érted? Tehát ez a terv, ez régóta megvan. Én erről a tervről már évtizedekkel ezelőtt olvastam. És amikor erről beszéltem, akkor kinevettek. Érted? Kinevettek. Tehát van egy ilyen, bár az az egész bolygóra vonatkozik, egy olyan név, hogy Orwelli terv, lehet, hogy hallottatok már róla, de konkrétan nem az Orwelli tervben, egy másik tervben benne van Európának a tönkretétele, illetve hát nem Európának, hanem az európai hagyományoknak, európai embereknek a tönkretétele. Jó? Tehát ez azt jelenti, hogy hát elég gáz ez az egész, és képzeljétek már, ha olvastam olyan jóslatokat, tehát jóslatokat, akik ilyen jóslásokkal foglalkoznak, azoktól származnak, tehát több ilyen jóslat, tehát több ember is ugyanazt jósolta, hogy a nagy problémák ősztől lesznek. Tehát az idén ősztől. Hát az már nem messze van. Nem messze van. Úgyhogy a tudatosság terjesztésébe egy kicsit bele kellene húzni. De nincs más megoldás. Tehát az emberek, ha nehezül a helyzet, akkor ugye az emberi elme a reaktív része miatt bolondulnak. Érted? Tehát nem azt jelenti, hogy szó szerint értsd. Tehát a cselekvésük bolondul. Érthető ez? Tehát minél több problémája van egy embernek, annál nagyobb butaságokat csinál. Világos ez? Milyen területeken az életének? Nézzük, jó? Ezeken a területeken, jó? Butaságokat csinál. Minél több problémája van egy embernek, annál nagyobb butaságokat csinál ezeken a területeken. Tehát kívülről azt lehetne mondani, hogy a normális ember az, aki egyre több problémával kezd el küzdeni, előtte nem küzdött, egyre több problémával küzd, annál inkább azt lehetne mondani kívülről, hogy hát ez megbolondult. Érted? Az nem azt jelenti, hogy szó szerint be kell iratni diliházba, vagy be kell küldeni, nem ezt jelenti. Így működik az ember elméje, a reaktív elméje, az ösztöne így működik. Tehát úgy működik az ember, hogy ha sok problémája van, hogy elkezd hasonlóképpen működni az állathoz. Tehát az állat, ha félelemben van, akkor megbolondul. Világos ez? Minden állat, ha félelembe kerül, megbolondul. Tehát kiszámíthatatlan cselekedeteket művel az állat, ha félelembe van. Na ugyanígy az ember, minél nagyobb félelembe taszítják őket, annál bolondabb cselekvésekre képesek. Világos ez? Tehát ne érts szó szerint, hogy megbolondul, mert hogyha visszajönne a hangulata, megszűnnének a problémák, akkor teljesen normálisan működnének megint az emberek, hanem az emberi elme hozza ezt létre. Tehát ezért nem véletlenül mondják azt, hogy elme gyógyintézet. Azért nem mondják már elme gyógyintézetnek azokat, akiknek oda jutott a működésük, hogy az elméjük ilyen bolondságokat csinál, azért nem hívják már, azért hívják mentálhigiéniának, hogy az emberek ne értsék meg, hogy az micsoda. Tehát az, hogy mentálhigiénia,
Te tudod, mit jelent? Mert én nem. Tisztára mossák az agyadat. Érted? Tehát a higiénia az a tisztaság, nem? A mentál az meg ugye mentális gondolkodás. Na most mi köze ez? De az, hogy elme, az elmét gyógyítani, az elme gyógyintézet, az az van, hogy akkor az elme megbetegedett. Érted? Mit jelent az elmének a megbetegedése? Az elme úgy betegszik meg, hogy az illető annyi stresszet kap, hogy a stressz következményében elkezd bolondságokat csinálni. Érted? Tehát az azt jelenti, hogy elkezd olyan működést létrehozni az elme, amely, ami egyszerűen előtte nem csinálta az illető, és ezért fura másoknak, ezért küldték elmegyógyintézetbe, mert előtte normális volt, és most már tudják rámondani azt, hogy megbolondult. Nem megbolondult, érted? Hanem az elméje generálja ezeket a dolgokat, és ez úgy működik, hogy értsd, hogy minél több negatív élményt élt meg az illető a 9 hónapban a terhesség alatt, míg az anyja hasában volt, illetve az első 7 évben, annál jobban meg tud bolondulni az elme. Világos ez? Tehát a stressz hatására megbolondul az elme. Ez a megbolondulás, mondom, pontosan úgy működik, mintha nem ember lenne, hanem egy gondolkodás nélküli ösztönös lény, ami nagyon hasonlatos módon működik egy állathoz. Ezért csukták az embereket elmegyógyintézetekbe. Érted? De hogyha az illetőnek vissza normalizálódott volna az élete, és megszűntek volna a félelmei, megszűntek volna a stressz helyzetek, akkor az illető ismét normális működést tudott volna produkálni. Tehát ezért nem egyforma az emberi működés, mert azok az élmények, idézőjelben, amit az egyén a 9 hónapban megél az édesanyja hasában, illetve továbbiakban, abban a következő első 7 évben, az nem egyforma senkinél. Ezáltal, ha ott nagyon sok stressz érte az illetőt, az idegrendszere elgyengül az egyénnek. Világos ez? Illetve képzeljétek el, ha a 9 hónapban éri a sok stressz az édesanyát, akkor már nem fejlődik ki rendesen az idegrendszere. Hoppá! Tehát már fejlődési rendellenességet mutat az idegrendszere, az azt jelenti, hogy gyenge idegrendszerrel születik meg az a baba. Érted? Ezáltal ugye a következő 7 évben sokkal könnyebben lesz stresszel a gyerek. Ha valaki erős idegrendszerrel született, mert nem volt stresszes az édesanyja élete, akkor a 7 évben jobban ellenáll a stressz helyzeteknek, sokkal, világos ez? És ha valaki gyenge idegrendszerrel született, plusz a 7 évben is sok stresszet kapott, hát gondoljátok végig, ha egy anya már az első 9 hónapban, még a terhesség idő alatt stresszes életet él, akkor vajon milyen lesz annak a gyereknek az első 7 éve? Hát nem lesz üdítő, az biztos. Tehát szinte garantált, hogy utána rengeteg stresszes helyzetet kap a gyerek, és ezáltal olyan mértékű károsodást éri az idegrendszerét, hogy utána felnőttként egyszerűen a stresszes helyzetektől szó szerint megbolondul. Érted? De az nem azt jelenti, hogy bolond volt, bolondnak született, hanem azt jelenti,
hogy egyszerűen állati működést mutat, mert képtelen az idegrendszere, tehát magyarul ez azt jelenti, hogy éri egy stressz, és az erős idegrendszer az annyit jelent, hogyha ér egy stressz, akkor fogod és csinálsz egy ilyet. Ugyanazt a stressz helyzetet megéli a gyenge idegrendszerű, és kiborul. Világos ez? Tehát az egyiknek erős az idegrendszere, ennyit csinál ugyanarra a stressz helyzetre, a másik meg kiborul. Világos ez? És ha a stressz helyzet ugye úgy tud fokozódni, hogy van egy stressz helyzet, ami létrehoz egy kiborulást, és utána a múltbéli negatív emlékképek egy folyamatos fenntartását eredményezi a kiborulásnak. És a környezete nem érti, és fogta, és beküldi ideggyógyintézetbe. Vagy beküldik most, tehát ebbe a mentálhigiéniába. Érted? Tehát lényeg az, hogy az embereknek fogalmuk nincs, hogy mi miért van. Imádom az oknyomozásokat. Kérdeztem ma valaki, hogy lehet-e itt oknyomozást tanulni. Annyit válaszoltam, hogy lehet. Tehát ami azt jelenti, hogy én rengeteg olyanom van, hogy minek, tehát egy történésnek mi az oka. Oké? Rengeteg ilyenem van. Tehát nem tudom, hogy rajtam kívül most a bolygón van-e élő ember, aki annyi okot gyűjtene, mint amennyit én gyűjtök. Érted? Nem valószínű. Engem ez kifejezetten érdekel. Tehát az, hogy az ember miért olyan, amilyen, annak oka van. Tehát nincs véletlen. Semmi nincs véletlenül. Mindenek oka van. Ha viszonylag gyenge az idegrendszered, tehát hamar föl tudod magad húzni, akkor jó, ha tudod, hogy valószínűleg már ott kezdődöttek a problémák, hogy az első 9 hónapod a fogantatástól már nehéz volt. Oké? És ez a nehézség már megviselte az idegrendszered, az erős idegrendszered kifejlődését, ezáltal nem lett elég erős idegrendszered, és utána a stressz helyzeteket hát nehezen viselte a viszonylag gyenge idegrendszer. Oké? És ez úgy működik, hogyha sok stressz helyzetet él meg az ember, tehát nem tud így reagálni, érted? Akkor az idegrendszer folyamatosan képes gyengülni. Egész olyan szintre, hogy végül az illető megbolondul. Tehát mondom, az nem megbolondulás, hanem ez egy következmény, és ha az illetőnek megszűnnének ezek a stresszes helyzetei, akkor helyre jönne. Világos ez? Jó? Na most, tehát gondolja, ezt most miért mondtam? Azért mondtam, hogy átlássátok azokat a dolgokat, hogy mennyire fontos lenne, hogy az ember ismerje önmagát. Ismerje önmagát. Tudja, hogy mi miért van. Tehát van arra technológia, hogy hogyan erősítheti az ember a saját idegrendszerét. Nem fogom ezt elmondani itt a díjmentes részben, hogy mi a technológiája ennek, jó? Ne is várjátok. Ez a képzéseink része, jó? Hogy hogyan tudja az ember a saját idegrendszerét edzeni. Tehát ez olyan, mint hogy most gondoljátok végig, van mondjuk egy olyan gyerek, aki az átlagnál gyenge izobzattal született. Azt, hogyha az átlagnál sokkal többet
mozgatják, erősítik az izomrendszerét, akkor utol tudja érni a többit. Világos ez? Tehát ez azt jelenti, hogy a gyenge idegrendszer is lehet edzeni. Jó? Tehát, hát ez csak egy dolog volt, ez az idegrendszer kérdése, de az biztos, hogy egy olyan világban élünk, amit furcsa mód én megjósoltam. Méghozzá azzal annak idején, hogy itt van az európai nép. Azok közül a legelsők az angolok, utána jönnek ilyenek, hogy hát nem tudom mi a sorrend, de az angolok abszolút sorrend elsők. Utána mondhatom, hogy vannak németek, hollandok, franciák, spanyolok, portugálok. Jellemzően ezek. Talán még a belgák is valamennyire. Nem. Akik mint népek óriási negatív karmával rendelkeznek. Mint népek. Miért? Hát azért, mert például az angolok a legtöbb embert írtottak ki a bolygón. Tehát egyetlen nép sem írtott ki annyi másikat, mint az angol. Hát gondoljatok csak az indiánokra. Jó? Ugye franciák is csinálták a gyarmataikon, hollandok is, belgák is, spanyolok is, portugálok is, németek is. A németek nem csak a gyarmataikon csinálták, hanem csinálták ugye a világháborúban is. Illetve a világháborúkban is. Na most, mik hozzájuk képest például mi magyarok? Hát kismiskák vagyunk. De nem csak mi, hanem más népek is kismiskák. Tehát ami azt jelenti, hogy nekünk is van karmánk, lényeges, de nem gyilkossághoz kötődő karmánk. Tehát a gyilkossághoz kötődő karma az a legdurvább karma. Oké? Tehát mi nem csináltunk tömeggyilkosságokat, mint az angolok, meg a franciák, meg a németek, meg a belgák, meg a hollandok, meg a spanyolok, meg a portugálok. Mi nem csináltunk ilyeneket. Persze, mi is öltünk embereket, magyarok, a múltban, de más népek is. Oké? De nem tömegeket gyilkoltunk. Na most a legbrutálisabb karma az a gyilkosságból eredő karma. Tehát nem csak egy embernek van karmája, hanem egy népnek is van karmája. És ugye emiatt a karmák miatt ezelőtt évtizedekkel beszéltem arról, hogy nagyon nehéz sors vár ezekre a népekre, természetesen beleértve Európát. Valamilyen szinten minket is. Oké? De ugye másnál is van olyan problémák, mert például az oroszok is milliókat gyilkoltak le, akár a saját népükből. Most az mindegy, hogy egy nép a saját népét gyilkolja, vagy másik népet, akkor is karma. A gyilkosság az karmát hoz létre. Világos? Ez nem csak a gyilkosság, sok minden hoz létre karmát, csak a gyilkosság az a legsúlyosabb karmát hozza létre. De nem csak egy nép számára, hanem egy egyén számára is. Ezért gáz az öngyilkosság, mert az öngyilkosság is a gyilkosság egy formája. Nem azt mondjuk, hogy önölés, hanem azt, hogy öngyilkosság. És amikor gyilkosságról beszélünk, akkor nem állatok gyilkolásáról beszélünk,
Mert az ölés, állatok ölése az ölés. Az embereket gyilkolja az ember. Oké? Tehát a mi nyelvünkben ez külön van megkülönböztetve, nem minden, sőt a legtöbb nyelvben ez nincs külön szedve az ölés a gyilkolástól. De a magyar nyelvben ez tökéletesen külön van szedve, azért, mert a gyilkolás az az emberre vonatkozik, az ölés pedig az állatokra vonatkozik. Világos ez? Tehát egész más ezáltal az ölés, meg más a gyilkosság. Mert ha például állatot ölsz a túlélésed érdekében, táplálkozásod érdekében, az nem jelent karmát. De ha úgy ölöd az állatokat, hogy keftelésből, hát az már gáz, érted? De mondjuk ha azért ölöd az állatokat, mert mit tudom én, veszélyeztet neked valamit, egy fontosabb dolgot veszélyeztet, akkor ez megint nem probléma. Mert van egy olyan az etikában, hogy a nagyobb jó érdekében való cselekvés. És ha a nagyobb jó érdekében cselekszel, akkor mit tudom én mondjuk, tönkreteszi a vetésedet a vaddisznó, és fogod, és paf, lelövöd, érted? Akkor az nem karma. Érted? Mert onnantól kezdve nem teszi tönkre a vaddisznó a vetésedet. Oké? Még akkor is, hogyha elvileg nem lehet ilyet csinálni. Jó? Tehát lényeg az, hogy mert régen lehetett egyébként ilyet csinálni, simán. Még a szocializmusban. Tehát ott, mit tudom én, veszélyeztet volt az ember mondjuk a medvétől, úgy kilőtték mint a medvét, mint a húzat. Érted? Veszélyeztetve volt a farkastól, fogták és kilőtték a farkast. Érted? Most meg, hát nehogy már, mert a medvét bántsuk, hát nehogy már bántsuk a farkast. Érted? Hát majd megvárjuk, hogy megtámadja az embereket, majd talán akkor csinálunk vele valamit. Érted? Miért nem egy ilyen világban élünk? Egy ilyen világban élünk. Hogy megvárják, hogy csináljon valamit. És ha mitől még mondjuk a farkas megeszi a bárányokat valakinek a gazdaságából, hát akkor se szabad kilőni. Hát védett állat, hát hogy már ki legyen lőve. Hát nem tudom, hogy haszonállat-e a farkas. Én úgy gondolnám, hogy nem haszonállat. Haszonállat-e a medve? Nem haszonállat. És ha mondjuk a medve, mit tudom én, tönkreteszi ezt, meg azt, meg amazt, nem. Tehát, hogyha simán fognák és kilőnék, megmondom őszintén, ennyit nem sajnálnám a medvét. Oké? És aki sajnálja, hadd sajnálja, nekem mindegy, nyugodtan sajnálhatja. Jó? Tehát lényeg az, hogy egy olyan világban élünk, ahol ilyen furcsa dolgok történnek, érted, hogy ilyen liberalista világ, ahol nem a legnagyobb jó érdeke a fontos, hanem a kicsinek, a kisebbségnek az érdeke. Hát most gondold végig, a farkasok megölnek, mit tudom, egy fél nyájat. Hát az én úgy gondolom, hogy 2-3 farkas az közel nem ér annyit, mint egy fél nyáj, nem? Nem így van? Jó, tehát gondoljuk végig. Hát ha például rajtam múlna, akkor ezen a földön már hüllő nem létezne. Nem vicc. Mert fizetnék azért, hogy az összes hüllőt megöljék. Ugyanis a hüllő nem része a természeti körforgásnak. Tehát a hüllő, nincs olyan hüllő, amely része lenne a természeti körforgásnak. Tehát a hüllők az egy olyan betelepített faj, ami nem azért lett betelepítve a Földre, mert az ökológiának része. Egyetlen egy hüllőfaj sem része az ökológiának, amelyik hüllőt meghagynék, azok talán a teknősök. Slussz, érted? A teknősökön kívül. Na azok viszonylag jámborok, tudod. A
A béka az nem hüllő, az kétéltű. Jó, tehát. És a béka az hasznos. Tehát az hasznos. Jó, tehát. Tehát most gondold végig, a legtöbb hüllő az valamilyen formában veszélyezteti az ember létét. Érted? Most például mit tudom, azt mondod, hogy na, egy kis gyík mit veszélyeztet? Meglátod és úgy megijedsz tőle, mint a rosszabb. Érted? Így van, na most én úgy gondolom, ha az ember megijed valamitől, az nem túl jó érzés, vagy te szeretsz ijedezni? Oké? Okay. Tehát akkor ezáltal ugye meglátsz egy egeret, azt se szabad bántani, nem? Úgy ütöm agyon, mint a húzat, érted? Simán. Nem baj. De én úgy gondolom, hogy nem elég hasznos állat. Úgyhogy ennyi. Ja? Szóval, de hát nyilvánvalóan most akik esetleg hallgatnak, nem értenek egyet ezzel a dologgal. Én meg teszek rá, hogy te mivel értesz egyet, vagy mivel nem értesz egyet. Jó? Megmondom őszintén. Én nekem vannak olyan fajta nézeteim, hogy a legnagyobb jó a sokkal fontosabb, vagy a nagyobb jó a sokkal fontosabb, mint a kisebb jó. Tehát például egy család érdeke az fontosabb, mint az egerek érdeke. Érted? Vagy a gyíkok érdeke. Például. Én azt gondolom, lehet, hogy te úgy gondolod, hogy az egerek érdeke az fontosabb, mint a családod érdeke, akkor te egy barom vagy. Ennyit tudok mondani. Érted? Úgyhogy más erre nem tudok mondani. Jó? Tehát egy olyan világban élünk, ahol szó szerint, mondom, megbolondultak a világ vezetői. Szó szerint. Tehát, hogy értsd, egyszerűen reaktív elme módon, elmés módon működnek, tehát ez annyit jelent, hogy nem gondolkodnak, hanem egyszerűen ösztönös cselekvéseket, tehát állatszerű cselekvést művelnek. Csak egy kicsit még rosszabbak az állatoknál, mert az állatok úgy működnek, hogy például ott van az oroszlán. Ugye rengeteg oroszlánnal kapcsolatos természetfilmet láthatsz. A legtöbb ilyen állatokról szóló természetfilm az oroszlánnal kapcsolatos, nagyon érdekes. Tehát konkrétan az oroszlánokkal. De ez nem véletlen. Nem véletlen, tudod miért? Mert hogy ábrázolják az oroszlánokat? Ugye? Úgyhogy hát a hím, az mit tudom, nem vadászik. Csak akkor, tehát hogyha a családban él, akkor nem vadászik. Akkor a nőstények vadásznak. És a hím csak akkor vadászik, ha nem családban él. Tehát ha nincs családja, akkor vadászik a hím is természetesen. Sőt, akkor akár két hím fog össze, és két hím együtt vadászik. Így van, vagy akár három is. Így van. Na most. De miért ez? Mert a nőstények vadásznak. Tehát, hogy a nők lássák azt, hogy a nőstények vadásznak. Egy hímnek az a dolga, ezt pedig a hímek lássák, hogy a hímnek az a dolga, hogy sütesse a hasát a napon. Érted? Nem vicc. Nem vicc. És a hímnek az a dolga, így van, hogy ide-oda dugjon. Érted? Tehát gondold végig, sőt, utána mit látsz, levadásszák a nőstények az állatot, érted? És akkor utána ugye a hím oda megy, azt elzavarja a nőstényeket, és először ő esik. Jó? Tehát ha megnézed egy ilyen fajta működést nevelnek bele ezeken a természetfilmeken keresztül. Hát miért?
miért pont például, tehát mondom, gondold végig, a legtöbb ilyen állatokról szóló természetfilm az az oroszlánokról szól. Miért? Mert nekik ilyen családmodelljük van. Érted? Azért. Tehát lényeg, hogy, az embernek ugye elindítottak egy új reklámot, nem tudom, figyeled-e. Egy új reklám, a rádióban folyamatosan nyomják azt, hogy klímakatasztrófa, és hogy, tegyünk egyért, te is csatlakozz, akik ugye a karbonsemlegesség, meg ilyen baromságokkal kapcsolatosan, érted? Tehát elkezdték nyomni, és utána ott van, hogy az mit tudom én, milyen minisztériumnak, vagy mi a baromságnak a hirdetése. Megbízásából készült, érted? Hát mindegy, valaminek a megbízásából készült az a reklám. Na most, tehát most gondold végig, ha egy ember nem kellően tudatos, akkor ezek révén, ami például az oroszlánokról lát, amit például egy ilyen reklámban hall, akkor szépen elkezd úgy működni, mint amire tanítják a háttérben. Miért? Mert az iskolában nem tanították semmilyen családi modellre. Érted? Nem tanították semmilyen működésre. Tehát az emberek például nem látják azt át, hogy a mi levegő szennyezésünk, amit úgy hívnak, hogy emberiség, az emberek egyénileg, az nudli ahhoz képest, amit a milliárdosok szennyeznek. Tehát mondom, nudli ahhoz képest. És foglalkoztam egy kicsit azzal, képzeljétek el, hogy, megnézzem, hogy ugye hogy melegszik a bolygó. És olyan furcsaság jutott eszembe. És mondom, utána nézek ennek. És ha megnézitek, a déli földrész, tehát a földnek a déli része, az nem melegszik. Csak az északi. Hoppá! Hoppá! Miért? Miért? Nem. Azért, mert pörgettetek már meg ilyen pörgetőt? Mit csinál az a pörgető? Forog, nem. És billeg, és így billeg. Érted? Így billeg. Tehát ami azt jelenti, hogy megtartja a tengelyét, de tehát a tengely szöge megmarad, és egy kört ír le a csúcsa a tengelynek. Érted? Tehát nem így billeg, hanem így billeg, hogy a tengely állandó marad. És azt tudod, mit jelent? Gondold végig, itt a nap, és van a billegés. Ami azt jelenti, hogyha a billegés a túloldalon van, akkor az azt jelenti, hogy mit tudom én, mondjuk ezen az oldalon van, itt a nap, ezen az oldalon van, akkor a nap nagyobb szögben éri ezt a részt. Tehát magyarul a napnak a központi sugárzása nem az egyenlítőre esik, hanem az egyenlítő fölé. Ha a billegés a túloldalra megy át, akkor az egyenlítő szöge, amire a nap merőleges, az a másik térítőre, az alsó. Melyik a felső? A bak? Vagy a rák? Ki tudja? A rák térítő van fönn? Az a déli, igen, én is úgy gondolom, tehát a bak van fölül, tehát az azt jelenti, hogy ha erre billen, akkor a baktérítőre jön föl a hogy hívják, nem a sugárzás, a merőlegesség. Ha ugye a túloldalra billeg, akkor pedig a ráktérítőre merőleges a nap. Tehát az azt jelenti, hogy attól függ, hogy merre áll ugye a tengely, akkor azt a féltekét nagyobb napsugárzás éri. Így van. És az azt jelenti, hogy folyamatosan fogy az északi féltekén a nap,
mármint a jég, a délin nem fogy egy mikrony. És megnéztem, hogy milyen hőmérsékletek vannak a déli részen. Ugye nem sokat lehet megnézni, mert a déli részen sokkal kevesebb terület van, mint az északi részen. De ott semmilyen szintű felmelegedés nincsen. Érted? És akkor itt pánikoltatják a lakosságot a felmelegedéssel, hogy milyen, mit tudom én, mondjuk vízszintemelkedést fog eredményezni a felmelegedés. Na most, ha Grönland elolvad, csak most mondok valamit, mert van rá esély, hogy Grönland elolvadjon, gyakorlatilag pár centit fog emelkedni az óceánok vízszintje. Mert nem ott van a rengeteg jég, hanem lent. Tudjátok, hogy az Antarktiszon mennyi a nyári átlaghőmérséklet? Mínusz 28 fok. A téli átlaghőmérséklet mínusz 60 fok. Az bűnös életben nem olvad föl. Érted? Hanem az azt jelenti, hogy vastagszik. Mínusz 28 fokba vastagszik. Érted? Nem vékonyodik. Az északi sarkon tudjátok mennyi a nyári átlaghőmérséklet? 0 fok. A téli átlaghőmérséklet mínusz 30, ha jól emlékszem. Érted? Utána tudsz nézni a neten ennek. Érted? Tehát az északi sokkal melegebb. Miért? Mert valószínű, úgy áll a tengelyünk. Ezáltal az imbolygás miatt. Hát azért, mert eszembe jutott, hogy én ezt valamikor tanultam, hogy a Föld imbolyog. Jó, nem gyorsan imbolyog, most ne értsétek félre, de van egy imbolygása. És az azt jelenti, hogyha arra felé van, akkor nyilván a merőlegesség miatt sokkal több napot kap az északi rész. És néztem, hogy hogy történik a jegesedés, képzeljétek el. Ábrázolták a jegesedést, néztem egy videón. És úgy ábrázolták, hogy fölül jegesedik, alul fogy. Alul jegesedik, fölül fogy. Hoppá! És most nem jégkorszakokról beszélek, olyan jégkorszakokról, amit mondjuk egy meteor idéz elő, annak révén, hogy mondjuk beesik egy szárazföldre, és olyan pormennyiség kerül föl, hogy a nap alig bír átsütni rajta. Érted? Vagy mondjuk fölrobban egy nagy vulkán, és olyan pormennyiség kerül a felső légretegekbe, hogy a nap egy jó darabig nem tudja melegíteni a Földet. Most nem erről beszélek, mert ugye ilyen jégkorszakok voltak, hanem olyan jégkorszakról, hogy emiatt az imbolygás miatt alul elolvadt a jég, az északi féltekét meg beborította a jég. Utána az imbolygás miatt az alsó föld részeket ugye még több jég lett, és a felső részeken meg elolvadt a jég. És erről senki nem beszél. Pedig utána lehet nézni. A fletcherek pusztulásáról beszélnek. Hát de a déli része nem pusztul semmi. Érted? Mínusz 28 fokban nem történik semmi. Na most ráadásul képzeljétek el, hogyha még egy kicsit tanulmányozzuk ezt a klímakérdést, akkor ugye azt látod, hogy egyre kevesebb a zöld terület a bolygón, és egyre több az ilyen sivatag, félsivatag. Na most, azt tudjuk, hogy ahol zöld terület volt, ott kicsapódik az eső. Ahol nincs zöld terület, ott nem nagyon csapódik ki az eső. Tehát ilyen félsivatagokban, hát ilyen max 30-40 centi eső van éves szinten. Tehát 30-40. A sivatagokban meg ennek még a töredéke. Tehát most félsivatagokról beszélek. Tehát a félsivatagokban, mondom, egész évben 30-40 milliméter eső van, nem milliméter, centiméter.
centiméter eső van, azt elosztod 12-vel, akkor kiszámolhatod, hogy pár milliméter esik havi szinten. Na most ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag mondjuk a Föld felső, tehát északi részén ugye melegedés van. Ezáltal ott nő a párolgás. Minél meregebb a tenger, annál nagyobb a párolgás. De az nem marad fönn, az ki fog csapódni. Hol? Hát nyilván olyan helyeken nem tud kicsapódni, ahol nincsenek hegyek, nincs erdő. Érted? Tehát nincs hideg, nincs hűvös. Megkeresi a hűvöst, az meg hol van? Dél. Délen. És lehullik hóformájában az Antarktiszon. Érted? Meg azért vannak még ugye Amazonas, meg ugye a Ázsiában a dzsungelek, ahol ugye van brutális esőzés, ugye azt tudjuk, de mégis nem annyival több az esőzés, mint amennyivel kevesebb lett az a terület, ahol már zöld növény van. És mivel azok a területek, ahol félsivatag van, vagy sivatag van, azok a területeken nem esik az eső, mert nincs hideg, tehát nincs hideg, és ezáltal nem csapódik ki ugye a pára, hát ez azt jelenti, hogy fönnmarad, és keres olyan helyet, ahol kicsapódik, és ha egyre kevesebb a zöld terület, akkor ki fog csapódni a tenger fölött, az óceán fölött, ami vízre vízesik, sokra megyünk vele, vagy kicsapódik az Antarktiszon, abba se sokra megyünk, mert maximum vastagszik a jégréteg. Tehát az Antarktiszon több évezredes jégréteg van, csak hogy tisztában legyünk ezzel. Tehát több évezredes jégréteg, tehát ami azt jelenti, hogy az évezredek alatt nem olvadt el. Oké? Miért? Mert az Antarktisz része az a déli rész, és az nem billeg. A felső rész billeg. Világos ez? Tehát az a pörgetyűnek az alja. És a billegés az ott nincs. A nap itt van, és itt billeg. Az azt jelenti, hogy az éjszaka rész tud oda billegni, hogy sokat süss a nap. Világos? És elolvadjanak a jégmezők. Érthető ez? Az alsó az nem billeg, az szinte mindig ugyanannyi napot kap, csak egy kicsivel, mikor éppen erre áll, akkor egy kicsivel többet. De ha erre áll, akkor se sokkal kevesebbet kap. Érted? Tehát ezáltal az Antarktisz nem fog elolvadni. Világos? Ha Grönland elolvad, azon az Antarktiszhoz képest olyan kis jégmennyiség van, hogy az nagy mértékben nem fogja befolyásolni az óceánok szintjét. Világos ez? Tehát az Antarktisz azt hiszem Ázsia után a második legnagyobb kontinens. Oké? Ha jól emlékszem. Tehát az nem kis kontinens, az bazi nagy. És ott nem úgy van, mint az északi sarkon, hogy azért van jég, mert befagy a tenger, hanem ott szárazföld van. Az Antarktisz az egy kontinens. Oké? Jó? Tehát, és az emberekkel mit csinálnak? Hát azért csinálják, hogy lássad. Tehát ezek az elmebeteg világvezetők, ezek minél több pénzt akarnak, igaz? Minél több pénzt akarnak. És ha bevezetnék netántán ezeket arra vonatkozó légszennyezési kvótákat, ilyen karbon, akármilyen légszennyezési, akkor az azt jelenti, hogy újabb pénzeket tudnának beszedni a lakosságtól. Érted? Erről szól a történet, hogyha neked nagyobb a széndioxid kibocsátásod, akkor te plusz adót fizessél. Érted? Erre megy ki a játék.
Na most ez azt jelenti, hogy e felé haladunk, és úgy néz ki, hogy az EU-s vezetőket pedig én úgy látom, hogy zsarolják. Mivel zsarolják? Már nem is azzal zsarolják, mint régen. Tehát ugye úgy csinálták régebben, hogy a vezetőket fogták, megvették. Tehát megvették. De már ugye a vezetők jó része már megszedte magát. Na ezért olyan nagyon már nem tudják őket megvenni. Akkor ugye hogy tudják zsarolni? Hát úgy, hogy hát hogy elintézzük, hogy ne legyél hatalmon. És esetleg még azt is, hogy a következő hatalom az számon kérjen téged. És ugye úgy zsarolják, ezt hogy tudják elérni, hogy ne legyen a következő választást, mondjuk ne ő nyerje meg? Úgy, hogy fogják és visszatartják az EU-s pénzeket. Érted? Tehát azzal zsarolják az EU, az állami vezetőket, hogy visszatartják a pénzeket, érted? Ha nem írja alá ezt, ha nem csinálja azt, ha nem hagyja jóvá amazt, akkor visszatartják a pénzeket. Érted? És ha visszatartják a pénzeket, akkor megszűnnek a beruházások, megszűnnek például a nyugdíjkifizetések. Hoppá! Gondold végig. És onnantól kezdve gondold végig, mekkora, hogy hívják ott, népi elégedetlenséget hozna, hogyha mondjuk egyik napról a másikra nem lenne pénz a nyugdíjak kifizetésére. És azt mondanák a fiataloknak, hogy innentől kezdve tartsátok el az időseket. Direktbe. Mert most is a fiatalok tartják el az időseket, csak nem direktbe, hanem közvetett módon. Úgy tartják el, hogy a melósok befizetik az adókat, bekerül az EU-ba, az EU-ból visszajön a pénz, és abból fizetik a nyugdíjakat. Világos ez? Na most, ha ugye azt mondanák, hogy ugyanúgy be kell fizetni minden adót és járulékot, de még a nyugdíjasaidat neked kell fenntartani, érted? Mert nem kap nyugdíjat, mert különben akkor éhe hal édesanyád vagy édesapád. Gondold végig. Mekkora népi elégedetlenség lenne? Érted? És ilyenekkel tudják zsarolni az állami vezetőket. Világos ez? Ha nem írod alá ezt, ha nem csinálod azt, ha nem teszed azt, akkor nem kapunk, nem küldünk pénzt. Kitalálunk valamit, hogy miért nem, tehát valami törvényes dolgot kitalálunk, hogy miért nem kaptok pénzt. Érted? Tehát ahol egy ország működik, ott mindig lehet találni hibát. Ez olyan, mint egy cégnél, érted? A cégek is úgy működnek, hogy olyan, hogy valaki ne kövessen el számviteli hibát egy cégben, olyan nincs. Nem létezett sose. Érted? Tehát ugyanígy egy országban is, hogy ne legyenek hibák, simán. Tehát gondoljátok végig, hogy egy ilyen kiváló világban élünk. És ezt azért tudják megcsinálni, mert a nép nem akar okosodni. Érted? A népnek pont jó az, hogy butul. Tényleg. És ha egy ember butul, ugye az miért butulás? Hát az előbb elmondtam. Minél több stressz éri, annál butábban működik. Érted? Ami azt jelenti, hogy a stresszet hogy éli meg? Ez a kérdés. Elérték azt, gondold végig, hogy tömegesen az embereknek gyenge idegrendszerük legyen. Tömegesen. Ezáltal éri őket egy olyan probléma, amit a régiek kiröhögtek volna,
Érted? Ma éri egy probléma a mai emberét, és akkor bestresszel. A régi öregek kirögték volna azt a dolgot. Érted? És a fia, a mostani felnőttek bestresszelnek, és akkor elkezdenek butaságokat tenni. A butaságok következtében még több stresszet hoznak létre az életükben. Ezek egy ilyen öngejresztő folyamatba bekerülnek. Nem kéne ezt visszafordítanotok? Most hol tanítanak olyat, hogy hogy fordítsátok ezt vissza? Hol? Hát ha te butulni akarsz, akkor butulj. Nekem aztán tök mindegy. De a butulásod végeredménye úgyis a halálod lesz. Az idő előtti halálod. Csak úgy hozzátenném. Jó? Mert ez úgy működik, hogy hosszú távon a stressz megöli az embert. Oké? Szó szerint. Tehát szó szerint megöli. És ugye miért tudja megölni? Mert olyan próbára teszi az idegrendszerét az illetőnek, hogy egyszerűen előjönnek a betegségek az idegrendszeri problémák miatt. Érted? És az illető belehal a betegségeibe. Világos ez? Tehát egy stabil idegrendszerű ember közel nem annyi beteg, annyiszor beteg, mint egy gyenge idegrendszerű ember. Világos ez? Ugyanolyan stresszes helyzetben. Persze, ha gyenge idegrendszerű embernek nincsenek stresszes helyzetei, akkor semmi gond nincs ezzel. Csak a mai világban nincsenek stresszes helyzetek. Hát az emberek létrehozzák maguknak a stresszes helyzeteket. Azáltal ennek a legjobb példája az, amikor azáltal hoznak létre stresszes helyzeteket az emberek, hogy nem gondolnak a jövőre, és csak azért, hogy legyen mondjuk egy hetes jó érzésük, vagy egy napos jó érzésük, eladósítják magukat. Érted? Az egynapos vagy egyhetes jó érzés miatt eladósítják magukat. És megvesznek olyan dolgot, amit nem szabad lett volna megvenni abban a helyzetben. Világos ez? Jó? Tehát egy érdekes világot élünk, gondoljátok végig egy ilyen világban, szükség van-e arra, hogy tanuljon egy ember? Tehát ne várd tőlem azt, hogy babusgassalak. Ne várd tőlem azt, hogy simogassam az egódat. Nem fogom. Én nem vagyok Müller Péter, szeretem Müller Pétert, semmi gondom nincs vele, érted? De tőlem ne várd azt, hogy én csak olyat mondjak, amint te nem bántódsz meg. Oké? Én fogok olyat mondani sokszor, ami neked találni fog. És baromi rosszul fogod érezni. De ez hozza létre a változást. Érted? Ha nem sértődsz meg annyira, hogy abba hagyd, akkor jó lesz. Ha megsértősz annyira, hogy abba hagy, hát akkor keres más olyan embert, akitől tudsz tanulni. Oké? Milyen egyszerű. Tehát én tudom, amit tudok, és tudom azt, hogy ma a bolygón kereshetsz olyan embert, akitől többet tanulhatsz, csak nem fogsz találni. Oké? És ez nem nagy képűség, hanem nyugodtan keresgethetsz. Oké? No, hát úgyhogy ennyi fért bele az első részbe. Befejezésül még annyit mondanék, hogy van egy nagyon-nagyon kedvező tandíjunk. Ami azt jelenti, hogy akciós. A teljes tandíjárnak az értéke, az, tehát 30 óra képzés, és az értéke az 200 ezer forint. Tehát magyarul óránként csak nem 7000 forint. És még akkor is olcsók vagyunk. Mert ilyen tudás több ér.
szoktak árulni. Na most akkor nézzük tovább. De mégis ezt a tudást az első hónapban kínáljuk neked 19.700 forintért, a második hónaptól pedig 12.500 forintért. Amit ha visszaosztasz 30 órával, akkor az első eset, első hónap az 660 forint óránként, a második hónaptól pedig 420 forint óránként. Erre kapsz egy év, illetve 11 hónap árgaranciát, tehát 11 hónap árgaranciát, mert úgy jön ki az egy év, mert ugye az első hónap az drágább. Tehát hogyha közben van áremelés, akkor is ennyi. Ha társ vagy, mi az, hogy társ? Közvetlen hozzá tartozó, az lehet társ. Gondold végig, egy társnak a tandíja 6000 forint. Az 200 forint óránként. Érted? 200 forint. Tehát 200 forintért veszel mennyi kenyeret? Hány szeletet? Hány dekát? Érted? 1/5 kiló. Igen, veszel azt, hogy a 20 deka kenyeret. 200 forinton. 20 deka kenyeret. Mondod végig. Jó? Na most, miért ilyen kedvező ár? Nem ennyi az értéke. Az értéke az 200 ezer forint, ha vagy szinten. Ez az ára azért, hogy bárki számára elviselhető legyen a havi tandíj. Ha valakinek ez sem elviselhető, akkor ne tanuljon itt. Világos ez? Ilyen egyszerű. Tehát ha ő ingyen akarna tudást, akkor te egy etikátlan ember vagy, mert nem akarsz cserét adni a tudásért. Mondj egy olyan dolgot, ahol ténylegesen használható tudást kaptál ingyen. Ilyet az életedben nem tudsz mondani. Minden tudás, minden tanulás az valamilyen szinten pénzbe kerül. Még annak idején a szocializmusban is a tankönyvek pénzbe kerültek. Oké? Okay? Azt sem ingyen adták. És nem is kevésbe került. És nem csak a tankönyvek, hanem még a gyereknek az egyéb eszközei is pénzbe kerültek. Tehát egy szülő mire kitanította a gyerekét végig a 8 általános, meg még mondjuk a középiskolát, egyetemet nem is számolva, ugye az akkor már 16 év, milliókba összesség, mai áron sok millióba belekerült, világos? És ahány gyerek, annyiszor ennyi pénz. Tehát akkor mi volt ingyen? És abból, amit tanítottak, mi abban a sok évben mit használsz? Mondjuk az írást, olvasást, alapművelőtő számolást, és azon kívül mit használsz rendszeresen? Semmit. Azt megtanulhattad volna, ezt a három dolgot, az írás, olvasást, alapművelőtő számolást, max. 2 év alatt. És akkor sokat mondok, mert első év végére már írni, olvasni tudni kell. Oké? Okay? Ezért mondom, hogyha nem ilyen tempóba tanították volna, akkor mondjuk 2 év alatt ezt megtanulhattad volna. A legtöbb gyerek, aki most kerül ki az iskolából, nem is tud mechanikusan számolni, csak számológéppel. Igen. Érted? Tehát még az alapvető számolást sem tudja. Nekünk megtanították a fejbeszámolást is, érted? Meg hogy írásban hogyan számoljunk ki dolgokat. A legtöbb fiatal már ezt se tudja, hanem mindent géppel számol. Tehát akkor gyakorlatilag a mai fiatalok mit tanulnak az iskolában? Írni, olvasni. De még az se biztos, mert a legtöbb nem írok, nem olvasok, én magyar nemes vagyok. Nem? Oké? Okay. Szóval várunk szeretettel egy olyan közösségben, ahol hasonló emberek vannak, mint te, akik akarják fejleszteni a saját személyiségüket. Érted? És érdekli őket
az okokozati összefüggés, és akit érdekel az okokozati összefüggés, az coach tud lenni, coachá tud válni. A coach azt jelenti, hogy ember és életjobbító, legalábbis a mi értelmezésünkben. És a coach képes arra, hogy valakiből kihozza a legjobbat és a legtöbbet. Tehát nem csak személyiségedet tudjuk fejleszteni, hanem az okokozati összefüggések révén képes vagy magadon és másokon segíteni. Oké? Köszönöm szépen a figyelmeteket, szeretlek benneteket, fél óra szünet, sziasztok!